Férfi röplabdásaink nem sokat pihentek, a kaposvári mérkőzés után itthon fogadták ismét a Pénzügyőr gárdáját. A sokkal lelkesebben játszó Pénzügyőr 3-1-re megnyerte a találkozót. Szombaton a megfiatalított Pénzügyőr volt a KSZ ellenfel a Meszt István sportcsarnokban. Az első szedben a Kecskemét 4 nyitát is elrontott, de ez is belefért. A fehérmedesek becsületesen küzdöttek, de a Kecskemét végigvezetve nyerte az első játszmát. A folytatás merőben másképp alakult, belemelegedtek a jókai tanítványok és elhitték, hogy Kecskeméten is tudnak győzni. Kiegyenlítettek, sőt a vezetést is átvették. A negyedik játszmában 18-18-ig tartottuk a lépést, Kis és Kovács ekkor már 20-20 pontnál járt. 23-23-nál megvolt a lehetőség, de kétszer is hibáztunk, és ez eldöntötte a találkozó sorsát. Függetlenül a kecskeméti helyszíntől vagy a csapattól, nekünk egyáltalán az, hogy végre nyertünk egy mérkőzést, ez egy óriási nagy lépés. Az első játszmában a közti játékkal nem volt problémám, ha eljutottunk odáig, igen ám. Csak ugye nem mindig jutottunk el odáig, mert szerintem közel 10 nyitást rontottunk. Tehát ott még az eddigiek jöttek vissza itt ebbe a technikai elemet tekintve, görcsösség. Aztán ez a második játszmában, hál' Istennek, valahogy sikerült levenni róluk a terhet, és elkezdett működni ez a nyitó elem is, ami hát ebbe a játékban borzasztó fontos. És aztán már úgy szépen jöttek vissza az önbizalmak is. Úgyhogy még egyszer az első gondolat, hogy borzasztóan örülünk annak, hogy egyáltalán nyertünk. Ebben a csapatban, hát ez egy nagyon érdekes összetételű csapat, ugye 4-18-17-18 éves van a pályán folyamatosan, ennek megfelelően akárcsak a napi munka, a mérkőzések is iszonyatosan hullámoznak. Nyilván ehhez a két tapasztaltabb játékosunk, a Kis, illetve a Kovács igyekszik hozzátenni, sajnos Kokó az utóbbi időben ő se élt meg jó napokat, illetve hát nincs meg még egyelőre az a olajozott kontakt a föloldó és közte, úgyhogy ezen is rengeteget kell még dolgozni. A Dani meg egy tűz, egy szívvel, lélekkel küzdő játékos, legyen az akármilyen mérkőzés, beletesz mindig 110%-ot. Hál' Istennek most ez párosult egy jó játékkal is. Teljesen más céljaink vannak az idei szezonban, mint amit esetlegesen az utóbbi években elvárt vagy megszokott az értünk szurkoló közönség. Mint említettem, ez egy teljesen új szerkezetű, elsősorban fiatalabb épülő csapat. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan szép sorozat után gondolnunk kell a jövőre. Na most ezekkel a fiatalokkal mi hosszú távon szeretnénk gondolkodni. Úgy döntöttünk, hogy elkezdjük őket menedzselni, megadjuk nekik a lehetőséget. Nem könnyű kenyér, ez az edző számára, meg hát nyilván a csapat számára se, de muszáj ezen végigmenni. Én nem is nézem a tabellát, megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy hányadik helyen vagyunk. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ezek a gyerekek gyűjtsék a tapasztalatot, fejlődjenek, és aztán majd remélhetőleg egy következő szezonban, vagy azt követően már komolyabb reményeink is lehetnek, akár célzottan egy dobogó, vagy ilyesmi. Igen, sajnos a taktikai utasításokat nem sikerült betartani. Az első szedben jól indultunk, de ezt nem sikerült továbbvinni a második, harmadik szedben. A negyedik szedben is hasonlóan kezdtünk, ott végül sikerült felzárkóznunk, de sajnos a szetnyereséghez ez nem volt elég. Hát így lett volna, sajnos enerváltak voltunk, nem volt energia a csapatban. És hát igen, leginkább ez a köztes játékon múlott az egész. Magas labda feladások, meg mellett mondva, hogy pörgessük le, vagy hogyha olyan a labda, két nehéz a labda, akkor csak ejtsük át, meg ilyenek, és sajnos mindig valahogy a blokkba kötött ki, és ez a meccsbe került. Itt már mehet a matekozás, jövő héten a debreceni mérkőzés az még fontos lesz. Aztán hát igazából, hogyha ugyanígy maradunk, mármint ők a negyedikek, mi meg az ötödikek, akkor még ott a rájátszásban visszavághatunk nekik, de ahhoz nekünk innentől kezdve viszont összeszorított foggal kell neki menni minden mérkőzésnek,